Először is szeretném megköszönni a Debreceni Egyetem legelső programozó matematikus évfolyamán végzett volt hallgatónknak, jelenlegi kollégánknak, dr. Rutkowskiné Bíró Katának segítőkész áldozatos munkáját ezen PowerPoint bemutató elkészítésében. Én ehhez buta vagyok. Az igazság az, hogy én inkább a numerikus felé mozdultam elő, viszont maradt az informatika mellett. Az egyetem és a intézetek alapításáról egy-két szót, majdnem 100 éve alapult ugye a Debrecen Egyetem 52-től 2000-ig Kossuth Lajos Tudományi Egyetem, a TTK 60 éve durván első rektora Varga Ott, első dékánya Varga Ottó volt ugye, az algebra tanszék Szeleti Tibor vezetésével 50-ben alakult, a valószínűségszámítási tanszék 52-ben alakult Gyíres Béla vezetésével, 53-ban az analízis tanszék Acél János vezetésével és 54-ben a geometriai tanszék Varga Ottó vezetésével. 67-ben a számolóközpont. Első vezetője Balogh Tibor volt, ő szegény meghalt korán, Gyíres Béla vette át a vezetését, de tényleges vezetése Jékel Pál. Jékel Pál volt a tényleges vezetője. Az első pillanattól kezdve effektív tényleges vezetője Jékel Pál volt. Első oktatói, ja igen, tehát Jékel Pál és Tar László, jó, elmentek tanulni 63-ban. Megindul az elméleti képzés matfiz szakos és matematikus hallgatóknak. 67-ben megalakul a számolóközpont. Ugye Kalmár László mondta azt, hogy számológép, nem számítógép, ugye a számológép, emiatt számolóközpont nevet viseli Jékel Pál javaslatára 67-től. Itt is van Jékel Pál, az első, ő sajnos nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. Hát nem a névadó volt Kalmár László professzor, hanem ezt a nevet, hogy számológép, ugye ő használta, és emiatt számolóközpont lett Jékel javaslatára. Első dolgozói Roklit Szilveszter, jó magam és Szigeti Károly voltak. Ő volt a hardveres. Feladatai, szolgáltatás, oktatás és kutatás. A géppark fejlődéséről egy-két szót. 67-ben Vroclavval ugye megkaptuk, 67-ben a paramétereit. Nem mondom el, Vroclavból jött ez a gép is, Vroclavból jött az Odra 1204-es is. Egy sztori következik a komputerkoktél kapcsán. Jéker Pál ugye több dián is előfordult, és mivel ő egészségi állapota miatt, bár szeretett volna, nem tud itt lenni, én úgy érzem, hogy az ő visszaemlékezését szóról-szóra idézem, felolvasom, hiszen kapcsolódik a témához. Tehát az Odra 1013 gép installálására a vroclavi Elvró gyártó kiküldött mérnök, Szlávka, Jaroszláv Kutkovszki volt, azok közé, a lengyelek közé tartozott, akik ő, mint gyermek, a németek elől több országon keresztül menekülve Magyarországra is eljutottak. Így jól tudott magyarul, bár néhány szót sajátosan használt. Uraimok, csehekek. Nagyon jó barátságba kerültünk vele. A gép beállítása közben az alkatrészeket alkohollal tisztítgatták, és bár a szállítmánnyal érkezett körülbelül egy liternyi, ő azt kérte, hogy adjunk neki mást, mert amit a gyár készített be, azt az átadási tesztnél kell felhasználni. El is érkezett a teszt ideje, ugye 48 órás folyamatos futtatást írtak elő a karbantartás, egy karbantartás beiktatásával, és akkor eljött az ideje, hogy a hozott szeszt elővegye Szlávka barátunk. Azt kérte, hogy főzzünk több adag jó erős feketét. Mikor ott gőzölgött a fekete, a csészéket félig töltötte kávéval, majd tele töltötte a féltve őrzött szesszel, mert így a kávé csak javul, cukrot tett bele, és felszólított mindnyájunkat, hogy lassan kavargassuk. Mikor a poharak csengése kristálytisztán magas lett, akkor meg lehetett inni a komputerkoktélt. Úgyhogy most már mindenki tudja, hogy mit is jelent ez a komputerkoktél. Szlávka olyat is mondott, hogy elmegy a taxi megállomáshoz, meg a repile, meg stb. Olyan aranyos mondásai voltak. Tehát az 2013-as már volt, ugye? Tehát vezérlőpult, konzolírógép, lyukszalagos kimenet, további jellemzők, rajzológép,
átfonódó címzés. Na, ez nagyon érdekes volt, mert ugye az átfonódó címzés azt jelenti, hogy minden nyolcadik, tehát a dobon minden nyolcadik rekeszhez fért hozzá legkönnyebben az író-olvasó fej egy író-olvasó fázis végrehajtása után. És hát egy külön gomb szolgált arra, hogy átfonódó címzéssel dolgozik-e a program, vagy nem. És hát így bizony sok esetben megviccelték az operátort. Sőt, jégkertanárulat is, emlékszem. Egy ilyen komputerkoktél után ő azt mondta, hogy fejében van az összes kód, és ő tudja programozni a gépet, és a programozással meg is csinálta, csak nem vette észre, hogy Szilveszter megnyomta a átfonódó címzés gombját. Most ez is, tehát géppark fejlődése. Bocs, menjünk vissza, mert itt elmaradtam az anekdotáson. Tehát ott a 1204-es gép jött. Vraszlávból 71-ben paraméterei szintén itt vannak. Itt is lyukszalaggal, lyukkártyával is dolgoztunk. Ugye manapság gigabájtokban, terabájtokban beszéltünk, ugye itt az összkapacitás kiló. 768 kilobájtok, ez is csak egy későbbi bővítés során lett 96. Igen, Assemblerben, Autocode, MOS2-ben ugye is Algol 1204-esben és Fortranban lehetett programozni. Lyukszalagra rögzített programok és adatok esetében. Újabb lépés a gépparkban, ugye 76, R36-at kaptunk Kazányból, IBM 360-40-es géppel kompatibilis. És az egységes számítógépben 1030 gépivel kompatibilis. Gyútlevelet látunk, illetve a kazányi Kremlnek a fotóját. Tehát ide kívánkozik egy mulatságos történet. A gép megvétele előtt Magyarországról a Metrimpex külkereskedelmi cég a potenciális megrendelők köréből 3-3 főt utaztatott ki, hogy a számítógépet a gyárban megnézhesse. Ez egy 12 fős csoportot jelentett volna. Egyes gazdagabb vállalatok azonban megtoldották a kiutazók keretét, így majd kétszer annyian utaztunk, mint a gyárlátogatásra jelzett létszám volt. Ez nem is okozott problémát Moszkváig. Ott aztán két napig, a látogatási programban ez benne volt, szakmai beszélgetések folytak, aminek egyik legjelentősebb kérdése az volt, hogy mivel a kazányi gyárba csak 12 fő mehet, kik is legyenek ezek. Mi úgy határoztunk, hogy mindnyájan elkívánunk menni, ezért nem adtuk meg a kért listát, hanem az összes útlevelet odaadtuk, hogy adják meg mindre a kazányba való utazáshoz szükséges engedélyt. Úgy véltük, hogy ezt jó kigondoltuk. Mikor másnap visszakaptuk az útleveleket, akkor ért bennünket a meglepetés, 12 útlevélben benne voltak beutazási engedély, a többiben nem. A legpikánsabb az volt, hogy csak azok nem mehettek, akik komoly szándékkal érkeztek, és akik később valóban vásároltak is R30-ast. Hát ez ismervén a szovjetunióbeli viszonyokat, ez nem igazán meglepő. Ez a sztori szintén ehhez a géphez kapcsolódik, mégpedig annak is egy ferrit blokkjához. Ekkor történt például az a nem mindennapi esemény, hogy egy alkalommal az operatív tár felét, azaz az egyik ferrit blokkot elvesztettük. Fárasztó munkával, a szoftveresek és a hardveresek közös erőfeszítésével megtaláltuk a hibát, a ferrit gyűrűket összefűző vezetékek egyike elszakadt. Napokig próbálkoztak mérnökeink, hogy valahogy összekössék az elszakadt végeket, de akármilyen nagyítóval próbálkoztak, képtelenség volt a hibát kijavítani. Ekkor jutott eszünkbe, hogy Abasáron van egy üzem, ahol ferrit mátrixokat készítenek. Megkérdeztük, nem tudnának-e segíteni rajtunk. Készségesek voltak, és elküldtek egy hölgyet. Mikor megérkezett, csak pár tűszerű eszközt és egy vékony vezeték köteget vett elő. Mindenkit kitessékelt a teremből, végül egyik mérnökünknek mégis megengedte, hogy bennmaradjon. Alig telt el negyed óra, kijött és kérte, hogy szereljük vissza és teszteljük a blokkot. Mint a bennmaradt mérnök mondta, szabad szemmel dolgozott, és egy egész soron kicserélte a szakadt vezetéket. Ezeket a miniatűr vezetéket. És utána működött a berendezés. Jött aztán 86-ban a nagy teljesítményű R55 számítógép, IBM 370-nel kompatibilis NDK-ból.
az egységes számítógéprendszer 1055 M-e. A gépnek még az is érdekessége volt, hogy talán az országba elsőként került egy templomépületbe ez a berendezés, hiszen ekkor alakították át az egyetemi templomot, ami korábban színházi raktárként, varrodaként üzemelt, a tudomány templomává, és éveken át a számolóközpont ebben működött. A számítástudományi tanszék alakulásáról pár szót, ugye 71-72-es tanévben a TTK hallgatói már 25 szemeszter óra előadás és 46 szemeszter óra gyakorlat számítástechnikai képzést kaptak, melynek jó része számítógépeket is terhelte. 72-ben már szükséges volt önálló tanszéket létrehozni, ez volt a számítástudományi tanszék. Első vezetője Kertész Andor, aki szegény korán meghalt egy éven belül, és Gesztei Ernő vette át a tanszék vezetését. Első oktatói Borosné Gárdos Éva, Lakatos Piroska, Pap Zoltán, Reményi György, Rokli Szilveszter és jó magam. 74-ben, 91-ben az alkalmazott informatika tanszék jött létre, matematikai intézet átalakult a matematikai tanszék csoporttá, aztán matematikai és informatikai intézetté 92-ben. 94-ben információtechnológia tanszék megszületett, 2003-ban az informatika intézetté alakult, ekkor váltunk ki a TTK-ból. 2004-ben karrá alakult az informatikai tanszékcsoport. A képzések, ez a lényeg. 62-ben indul a matematikus képzés, a valóságszámítás és matematika szakirányban. A hallgatók fél éves szakmai gyakorlatokat eleinte budapesti számítóközpontokban töltik. 63-ban ugye a matematikai tanszékcsoport elkötte, ez már volt, igen. 71-től az OPI felkérésére középiskolai tanárok nyári számítástechnikai továbbképzését biztosítja a számolóközpont. A programozó matematikus alapítása és indítása ugye már elhangzott, ugye Kárta Imre, Kalmár László és Gyites Béla professzor urak kezdeményezéssel történt. 72-ben mindhárom egyetemen, 72-ben indult Debrecenben a három éves főiskolai szintű programozó matematikus képzésben közte ugye Katával, 29 fővel, azok a végző hallgatók, akiknek jó átlaguk volt, ugye átmehettek programtervező matematikus szakra az ELTE-re. Az első évfolyamon 21-en végeztek 75-ben, és hát a Kata oklevelét látjuk itt. A TTK minden hallgatója számítástechnikai alapképzésben részesült 72 óta. A bölcsészkar, a gyakorlóiskolák és a többi debreceni felsőfokú intézmény oktatói számára számítástechnikai speckollokat tartanak a számolóközpont oktatói. 74-ben a Debrecen Egyetemen megszületik az első számítástechnikai témájú egyetemi doktori értekezés Jékel Pál fonéma vizsgálatai kapcsán. 84-ben indul a számítástechnika tanárszak, nappali tagozaton harmadik szakként, levelező tagozaton pedig kiegészítő szakként, főiskolai egyetemi szinten. Ez vált önállóan párosítható tanári szakká 93-ban informatika tanárszak néven. Ezzel együtt indították a tanárszakokkal párosítható második szakként az informatikus könyvtáros szakot, nappali és levelező tagozaton. 88-ban indul, de veszem az 5 éves egyetemi szintű programtervező matematikus képzés, 94-ben az esti programozó matematikus képzés, 2004-ben a bolonyai folyamat során indul a programtervező informatikus, majd a mérnök informatikus, gazdaságinformatikus és informatikus könyvtáros alapszak. 93-ban rendezte az egyetemünk először az Informatika a felsőoktatásban című konferenciát, ezt Herdon Miklós kezdeményezte. Ez három évenként ismétlődő fórum az informatikát oktatók és más érdeklődők számára. Igen hasznos. Valóban az első programozó matematikus évfolyam tagja voltam, és nagyon érdekes, hogy hogy is választottam lánylétemre ezt a szakmát. Édesapám akkoriban járt Szegedre vasútmérnöki szakra, és ott már nekik volt számítástechnika oktatás. És amikor végignéztük a felvételi tájékoztatót, hogy hova is menjek, és már néhány kör síráson túl voltam, hogy én nem tudom, hogy hova menjek, akkor édesapám mondta, hogy kislányom, a jövő a számítógépekért. Van ez a programozó matematikus szak, próbáld meg ezt. És hát szerencsére olyan jó eredményeim voltak, ugye akkor még felvételiztünk, hogy bekerültem, és hát nagy örömömre szolgál, hogy most erről itt mesélhetek, hogy mi is volt velünk.
hogy milyen tárgyakat is tanultunk, egészen más volt a struktúra, azt hiszem, mint a mostaniaknál, van részem benne látni a mostani alapképzéseknek a tematikáját. Egyrészt az arányok is mások voltak, ugye most általában 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat van, akkor nekünk úgy volt, hogy volt tárgyunk például az első bevezető fejezetek a matematikába, 3 óra előadás és 5 óra gyakorlat egy héten. Aztán tanultunk lineáris algebrát Erdélyi Máriától, 4 óra előadás, 3 óra gyakorlati feloszlással. Aztán számítástudományi és kibernetikai alapvetés Rohlit Szilvesztertől, 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat, illetve a fizika és elektronika is megjelent nekünk, 3 óra elmélet, 1 óra gyakorlat. A második fél évben az analízis volt az, ami a matematika egyik alapja volt. 4 óra előadás, 4 óra gyakorlattal Gesztei Ernőtől, aztán Rohlit Szilveszter tartotta nekünk a numerikus analízist, 2 óra elmélet, 3 óra gyakorlat, Szigeti Károly 2 órában hardware elméletet tartott. Ebben a második fél évben kezdtük a programozást Szabó Zoltán tanárúrral, 2 óra elmélet és 3 óra gyakorlat. Ebben a fél évben még gép nélküli elméleti alapozás folyt, majd később MOST 1, MOST 2, JAS, ALGOL, FORTRAN, PL1, COBOL nyelvekkel ismerkedtünk meg. Ebben a fél évben, tehát a második fél évben is volt még fizikai tárgyunk, fizika és elektronika, Sárbert Tibor tartott a 2+2 órában. Aztán analízis tovább folytatódott, Makai Imre rétől 3 óra elmélet, 2 óra gyakorlat, valószínűségszámítást Gyires Béla bácsi tartotta nekünk, numerikus analízis Rohlit Szilveszter továbbra is 2+2 órában, aztán hardware 2+0-ban, és belépett a rendszer szervezés Gesztei Ernőtől 2+2-ben, és a programozást átvette Rohlit Szilveszter. Aztán továbbra is tanultunk még matematikát, a mostani tanrendben első 2 fél évben vannak a matematikai alapozó tárgyak, már a 4. fél évnél járunk, itt valószínűségszámítás és matematikai statisztika volt 2+2 óra számban, aztán Szabó Zoltán operációkutatásba vezetett be bennünket, rendszerprogramozást tanultunk, 5 óra elmélet, 3 óra gyakorlat, tehát heti 8 órában rendszerprogramozást. Aztán rendszer szervezés és tervezés, miután Gesztei Ernő elkezdte nekünk a rendszer elméletet oktatni, gyors rájöttek, hogy nekünk mégse erre van szükségünk, úgyhogy a SZÜV-ből, a helyi debreceni SZÜV-nek az igazgatóját, G. Nagy Imrét kérték meg, hogy gyakorlatra tanítson bennünket, tehát gyakorlati rendszer szervezésre, ez 2+2-ben ment, és a programozás. Továbbiak során továbbra is megmaradt a rendszerprogramozás 5+3-ban, és volt egy olyan tárgyunk, hogy a számolóközpont és munkája 2+2-ben. Itt különböző területeket néztünk át, hogy ugye az adatrögzítők, hogy kell összeolvasni. Volt számítóközponti gyakorlatunk, ahol konkrétan kellett dolgozni. Aztán az utolsó fél évben már csak 3 tantárgyunk volt, rendszerprogramozás még továbbra is 5+3 órában, aztán a számítóközpont és munkája, illetve számítógépek alkalmazási területei, ahol megint csak több tanár tartotta nekünk ezt a 4+6 órás gyakorlattal ezt az órát. Tehát aki benne van, esetleg most is az oktatásban látja, hogy milyen nagy különbség van az akkori oktatási igények között, illetve a mostani között.
Még egyetlen egy dolgot hagyd tegyek már hozzá, hogy körülbelül 2 hete volt a 35 éves találkozónk, akik végeztünk, és mindenki nagy szeretettel emlékezik vissza ezekre az időkre, nem csak azért, mert fiatalok voltunk, hanem azért, mert mindenki olyan alapot kapott az egyetemen, hogy megállja a helyét, és még mindig a szakmában dolgozik azóta is. Többek, az évfolyamnak 1/3 rész az első munkahelyét van most is, mint például én is. Köszönjük szépen a figyelmet!